Nagyon jó évet zárt a visegrádi német nemzetiségi önkormányzat. Kezdte beszámolóját Sejliné Herendi Ida elnök a moziban megtartott közmeghallgatáson. Elmondta, működési költségükből több mint 1 millió forintot sikerült megtakarítaniuk, ami jó indulást biztosít a következő esztendőben. Az elnök asszony a hónapokat sorra véve számolt be a 2015-ben végzett munkáról. Beszélt a rendezvényekről, melyeket vagy ők szerveztek, vagy amelyeken vendégként vettek részt. Tájékoztatott arról, mennyit költöttek különböző nemzetiségi programok támogatására, eszközökre. A közmeghallgatás után a Nemzetiségek Napja alkalmából műsorosest következett, melyen elsőként az Áprili Lajos Általános Iskola alsó, majd felső tagozatos diákjai léptek fel. Ezután a német nemzetiségi kórus sváb népdalokat és műdalokat énekelt, majd a visegrádi nemzetiségi fúvószenekar játszott. A Nemzetiségek Napja alkalmából megtartott rendezvény végén a középső csoportos óvodások léptek fel, akik gyermekjátékokkal és tánccal szórakoztatták a közönséget. A német nemzetiségi önkormányzat meghívásának köszönhetően az eseményen jelen volt a jelenleg Budapesten élő, de a visegrádi Sejli és Niedermüller családból származó Sejli Béla, aki jelentős eredményeket ért el a visegrádiak családfáinak kutatásában, és a helyi hagyományokról is gyakran jelennek meg írásai a visegrádi hírekben. Herendi Ida a német nemzetiségi önkormányzat nevében köszönő oklevelet nyújtott át Sejli Bélának a hagyományok megörökítésében és ápolásában végzett munkája elismeréseként.